Nem kis feladat várta az eddig utánpótlás szakvezetőként tevékenykedő Ostermayer Gáborra. A Kisvárda elleni hazai találkozón ő irányította a csapatot, melyet egy-egyes döntetlenre hoztak a paksiak, úgyhogy több kulcsjátékos is hiányzott a keretből. A találkozó hajrájában sűrűsödtek fel az események, ugyanis a paksiak megfogyatkoztak, Pap második sárgája miatt végleg az öltözőbe ballaghatott. A 89. percben pedig Kisvárda ezt kihasználva előnyhöz jutott Lukász sarokrugása által. De nem adta fel a hazai gárda, hamar jött a paksi válasz. Egy percre rá Szabó mentette meg a paksiak becsületét a hosszabbításban. Így egy-eggyel ért véget a találkozó. Hát az első fél időben nagyon rosszul játszottunk. Lassan hoztuk ki a labdákat, illetve váltottunk széleket. Komoly helyzete egyik csapatnak se volt az első fél időben. Ettől függetlenül még azt mondom, hogy pozitívan jöttünk ki az első fél időben, mert hát valóban nem ment a játék. A fél időben rendeztük a sorokat, de inkább pedagógiailag, mint szakmailag. És a második fél elején három komoly zicserünk volt, amivel meg kellett volna nyerni a mérkőzést. Sajnos a kiállítás után egy pontrugásból, egy figyelmetlenségből kaptunk gólokat. Nyilván ez bosszantó, mert sok minden a koncentráción múlik, illetve az, hogy ötösből ne belsőzzék be a labdát a kapuba. De óriási fegyverténynek gondolom az, hogy 10 emberrel nem adtuk föl, támadóval léptünk föl még az utolsó 5 percbe, és tartalék energiákat mozgósítva egyenlítettünk, illetve az íre nem tudtuk föltenni a pontot, hogy ugye kecsegtető helyzetbe Balogh szabadulása centiméterekkel ment mellé a kapunak. Én azt gondolom, hogy két ellentétes fél időt játszottunk, az első fél időben gyengén focizottunk és bártótalanul, a második fél időben pedig egy teljesen más csapatot láthattam és láthattunk. Talán annak a csapatnak, annak a hozzáállásnak lesz jövője a következő fordulóba. Örülök, hogy egyenlítettünk, meg egy kicsit úgy a végére lázba hoztuk a közönséget. Talán ez az önbizalommal lehet esélye a csapatnak kijönni ebből a hosszantartó gödörből. A következő hetekben is Ostermayer Gábor irányítja a csapatot. A vezetés bizalmat szavazott neki a folytatásban is. Most egy kis szünet következik a bajnokságban a válogatott nemzetközi szereplése miatt, így a héten rendezhetik a sorokat, hogy majd megkezdjék a felzárkózást. Legközelebb november 23-án a Honvéd otthonában lép pályára a Paksi FC.